Azt gondolom, hogy azért szerencse is közrejátszott, hogy itt most el tudtunk vinni 3 pontot. Igazából ez benne van a futballban. Én azt azért nem mondanám, hogy minden idők leggyengébb vasasa. Minden ellenfelünket tiszteljük és tisztelni is fogjuk. Ma ez volt a feladatunk, hogy itt győzzünk egy ilyen vasas ellen, és sikerült, hála Istennek. Tényleg mi is úgy készültünk a meccsre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen problémák vannak itt a vasasnál. Ugye most itt egy új csapatot gyúrtak össze, és tényleg teljesen pariba voltak, egy kiki meccs volt. Én úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk, mert nagyon fegyelmezetten játszottunk, és a kulcs szituációkban pedig kijöttek azok a plusz dolgok, amik egy ilyen rangadó megnyeréshez kellenek. Azt a célt tűztünk ki magunk elé, azt a bravúrt tulajdonképpen, hogy ott maradjunk a negyedik hely környékén. Én úgy gondolom, hogy erre reális esély van, ha egy kis szerencsénk is lesz a szezon során, úgyhogy mindenképpen ezzel leszünk. Hát az a cél, hogy tartsuk ezt a jelenlegi pozíciót, ahol vagyunk. Hogyha tudunk, akkor természetesen lépjünk feljebb, de tényleg ott szeretnénk lenni az élmezőnyben, és a dobogóért szeretnénk harcolni. Ez a meccs is igaz, nagyon nehéz volt, de idén most voltunk másodjára füvön, úgyhogy azért megviselte a lábakat, meg kicsit még szokatlan volt, de hát reméljük jövő héten már tudunk normálisan füvön edzeni, és jobb lesz a következő mérkőzés. Nagyon nehéz meccsre számítok az Zalaegerszeg ellen szintén, mert biztos vagyok benne, annak ellenére, hogy nagyon hátul vannak a tabellán, egy motivált Zalaegerszeg fog hozzánk érkezni, mert ugye hallottuk, hogy pénz jött a házhoz, stb., úgyhogy azért helyreálltak, egybe vannak. Mindenféleképpen hazai pályán ennek ellenére a győzelemre törekszünk.